mozdulatot magában hordozza. A jövőt várva várt pillanatait. Át fogod élni. Birkózó Európa Bajnokság március 26-ától a Bokcsarnokban. Hősök voltak, hősök lesznek. 21 éve rendeztünk utoljára Európa Bajnokságot, tehát ez egy közel emberöltőnyi. Mindannyian izgatottan várjuk, hogy ugye Bánkuti Zsolt után, aki 2001-ben magyar színekben Európa Bajnoki címet szerzett, valaki vagy valakik megelőzik, és ott fognak állni a dobogon a következő napokban, dobogó tetején. Kik lehetnek azok, kikre kell figyelnünk? Neveket nem szeretnék mondani, hiszen egy rendkívül fiatal és motivált csapatunk van. Egy nagy generációváltáson vagyunk túl, hiszen nem kevesebb, mint 6 olimpiai világ és Európa bajnokunk vonult már a háttérbe, és nem készült föl most erre az Európa bajnokságra. Az átlag életkor a csapatnak 23 év alatt van, tehát ilyenkor még nem lehet megmondani, hogy ki az, aki kiugró eredményt fog elérni. De annak idején emlékszem, Bánkuti Zsoltól se várta senki az Európa bajnoki címet, úgyhogy bízom benne, hogy egy vagy két olyan ember, aki még nem annyira ismert a széles sport szerető közvélemény előtt, most dobbantani fog, és meg fogják ismerni a nevéket. Milyen a hangulat a válogatott körül, mennyire motiváltak a fiatalok, hogy Budapesten hazai közönség előtt mutathatják meg magukat? Annál nagyobb motiváció nem kell szerintem, hogy a saját csapatuk, szeretteik, klubtársaik előtt bizonyíthatnak itt hazai szőnyegen. Ráadásul ugye a régi nagy bajnokaink folyamatosan járták a válogatottat, hiszen többször edzenek velük, és motiválták őket, elmondták, hogy mi vár rájuk, és bízom benne, hogy nem teherként fog rajtuk lenni, hanem egy plusz motivációs erőként az, hogy megismerjék őket is, és most ugye Párizs olimpia itt van 2 évvel előttünk, már a nemzetközi közvény előtt, mény előtt is bebizonyítsák azt, hogy Párizsba is éremesélyesek lesznek. Amikor Magyarország Budapest legutóbb világversenyt rendezett, világbajnokságot 2018-ban, akkor az neked nagyon emlékezetesre sikerült, és itt említetted is a sajtótájékoztató, hogy Lőrinc Tamással meglátogattátok a nagyon fiatal válogatottunkat. Erről is szó esett, erről a VB-ről, az élményeidről? Így van, pont ez volt a célunk tulajdonképpen. A Tomi esetében ráadásul ugye ő 2 világbajnokságon részt tudott venni, az egyik sajnos, hogy nem úgy sikerült, ahogy ő is szerette volna, a másodikon ugye azért VB ezüstérmes tudott lenni, és neki meg volt ez a tapasztalat, hogy hol csúszott ez neki el, ugye az első világbajnokság, és pont ezért mind a ketten egy elmondtuk egy picit a tapasztalatainkat, próbáltuk ezt úgy a versenyzőkkel megértetni, hogy ez tulajdonképpen egy óriási lehetőség nekik, hogy hazai pályán, hazai szurkolók, a saját családtagjaik előtt birkozhatnak, és ne az legyen, hogy ez egy nyomás lesz rajtuk. Hogy láttátok az arcokon, megfogadták a tanácsaitokat? Én azt látom, hogy mindenki céltudatos. Nyilván, amikor az ember ott áll, azért az mindig egészen más érzés, de erről is beszéltünk, hogy nekünk milyen érzés volt, és reméljük, hogy ezzel tudtunk segíteni, és tényleg azt fogjuk látni, hogy magabiztos magyar versenyzők fognak fölmenni a szőnyegre. És amellett milyen eredményeket érhetnek el a magyar versenyzők? Én azt gondolom, hogy mind a 3 szakágban várhatunk érmeket, illetve talán kötött és szabadfogásban akár 2 érem is összejöhet, és én nagyon remélem, hogy akár Európa bajnokot is ünnepelhetünk, hiszen tényleg egy hazai világeseménynek az adja meg igazán a hangulatát, hogyha a magyar himnusz is elhangzik a végén. Mi a helyzet a nemzetközi mezőnyel? Ugye azt tudjuk, hogy az oroszok, a fehér oroszok biztosan nem vesznek részt, illetve szabadfogásban az ukránok sem, de jó hír, hogy a nőknél, illetve úgy tűnik, hogy kötött fogásban is el tud indulni a csapatuk. Hát Európa mindenképpen a birkozás zászlóshajója és fellegvára, tehát egy Európa bajnoki cím az mindig nagyon erős és jelentős. Többen mondták, hogy talán most nem lesz olyan erős az Európa bajnokság. Hát én most ugye azoknak mindig azt a kérdést teszem fel, hogy labdarúgásban, fociból ugye az olasz csapat éppen 2 napja esett ki a világbajnoki selejtezőn, ők nem lesznek ott a világbajnokságon, Európa legjobb csapata. De ettől függetlenül, aki Katarban nyerni fog az év végén, senki nem fogja megkérdezni, hogy egy csonka Európa világbajnokságon lett a világ legjobb a labdarúgásban. Ez ugyanúgy vonatkozik a birkozásra is, hiszen 10-15 ország, 10-15 versenyző minden súlyban aranyéremesélyes. Ők jelentik a világ érmvonalát, és tehát itt, aki itt érmet vagy olyan érmet nyer, az a világ legjobbja is egyben. Fontos tudnivaló, hogy ingyenes lesz a belépés a nézőknek a bokcsarnokba. 2018-ban nagyon sokan voltak kint a versenyeken, most mennyi nézőt várnak? Hát bízunk benne, hogy most is teltház lesz, akár a szabadfogáson, sőt a hétvégén a kötött fogáson is. Ez olyan körülbelül 3000 főt jelent.
a Magyar Birkozó Szövetség minden klubnak lehetőséget adott arra, és buszküldött ahhoz, hogy a ottani birkozó palánták, a szüleik, a barátaik jöjjenek föl és szurkoljanak a magyar versenyzőknek, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a teltház végre itt Budapesten, hiszen tavaly a európai kvalifikációt zárt kapuk mögött kellett megrendeznünk, ez a teltház segíteni fog ennek a fiatal csapatnak, és plusz motivációt fog jelenteni. Így van, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ingyen látogatható az egész esemény. Én bízom benne, hogy meg fog tenni a sportcsarnok, és tényleg maximális hangerővel tudjuk majd bíztatni a magyarokat, és ennek majd láthatjuk az eredményét is.